Ellenfele Joe Biden járványkezelési terveit ócsárolta Donald Trump amerikai elnök az elnökválasztási kampány hajrájában. Trump az arizonai Bullhead City-ben beszélt hallgatóságához. Ha megválasztják Bident, nem lesznek gyerekek az iskolákban, nem lesznek diplomaosztók vagy esküvők, nem lesz hálaadás karácsony vagy július 4-e sem. Ettől eltekintve az élet csodálatos lesz, ércelődött Trump, majd csommázta álláspontját. Biden a valaha volt legrosszabb elnökjelölt az elnökválasztások történetében, mondta az amerikai elnök. Miután a feleségével Jill-el együtt Biden a szavazóurnához járult, a demokrata elnökjelölt a koronavírus járványra fókuszáló beszédet mondott. Ha én nyerek, akkor is nagyon kemény munka lesz megszüntetni a járványt. Nem kampányolok fals ígéretekkel, nem mondom, hogy képesek lennénk egy csettintéssel véget vetni a pandémiának, de megígérhetem, hogy az első naptól kezdve helyes intézkedéseket hozunk. A döntéseinkben a tudósokra támaszkodunk, őszinték leszünk az amerikaiakhoz, és soha, de soha nem adjuk fel, mondta Biden. Csütörtök reggelig már több mint 75 millióan éltek a korai szavazás lehetőségével, ami arra utal, hogy a részvételi aránya mostani amerikai elnökválasztáson lehet a legmagasabb az elmúlt 100 évben. Az elnökválasztás formálisan november 3-án, azaz jövő kedden lesz.